Sziasztok, én Horváth András vagyok, és a mai epizódban az Audi Q4 e-tront fogom nektek bemutatni. Ez is egy MLB platformra épülő autó, akár csak a Volkswagen ID4 vagy a Skoda Enyaq. Méretre is hasonló azokhoz, bár a Skoda Enyaqnál egy ilyen 5 centivel rövidebb egyébként, és hogyha még viszonyítási alap kell, akkor az Audi Q5-öt tudom mondani, annál is 5 centivel rövidebb, viszont belül ugyanolyan tágas, mint az Audi Q5. 2764 mm-es tengelytávja van, és 4600 mm hosszú az autó. Nem egy hatalmas dög egyébként, és hogyha megnézitek, akkor egész rövid óra van, és emiatt nagyon tágas a beltér, meg a csomagtartó méret sem rossz, de kisebb, mint például a Skoda Enyaqé. De ne szaladjunk ennyire előre, inkább nézzük meg az autó elejét, ami szerintem egészen elképesztően jól sikerült. Ugye hűtőrácsra nincs szükség az elektromos autóknál, viszont az Audi nagyon jól megoldotta, hogy ezekkel a kis rücskös felületekkel, ezekkel a kis bordákkal megbolondította az elejét az Audi, és ettől szerintem baromi jól néz ki, meg a dual fényezés is nagyon sokat segít rajta. A logó az nem 3D-s, hanem teljesen síkban van, hogy csökken a légellenállás, nem tudom mennyit számít, de egyébként baromi jól néz ki. Ami nem néz ki jól, az ez. Ezek a kamu légbömlők. Tehát ezt nem értem, kedves Audi, hogy ezt miért kellett, hogy ilyen, oké, van benne egy szenzor, de hogy itt nem megy be a levegő, és hogy ez miért kell, ez a kidudorodás, hát semmi értelme nincsen. A légbömlő az itt van egyébként az aksi hűtésnek, illetve a lámpák, amik különlegesek, de nem ezen az autón, mert hogy ezen nincsen Matrixed, ami a 400.000 forintos extra, és lehet állítgatni egyébként, hogy milyen mintázata legyen a nappali fényeknek. Na ezen nincsen, ez egy sima ledes világítás, teljesen rendben van, de semmi extra, úgyhogy nyilván azért csinálták így, hogy az emberek megvegyék a LED Matrix lámpát, amit aztán így lehet konfigurálgatni, és ez most így az újdonság, hogy akkor tegyünk egy X-et rá, és akkor milyen jól néz ki. 19-20-21 incses felniket lehet rá kérni, megvan a szokásos crossoveres kis műanyag berakás, van egy kis válla itt a sárvédőnek, ami hátul is folytatódik, aztán megvan a szokásos kis fekete betétünk, egész jó hasmagasság, 22 centi, viszonyításképpen Ford Mustang Mach-E volt 14, hogyha jól emlékszem. Aztán, hogyha jövünk az autó hátulja felé, akkor láthatunk ilyen kis vállakat, amit például az Audi e-tron GT-nél is én nagyon-nagyon szerettem. Itt még egy ilyen kis betüremkedés is van, de megvannak ezek az Audi-s vállak. Jól néz ki, mindenféleképpen. Ez az autó oldalról, előről, hátulról, bárhonnan nézzük, szerintem nagyon kellemesen el lett találva, jók az arányai. Van egy kis hátsó spoilerünk, van hátsó ablaktörlőnk, az Audi Tetra nem mondja azt, hogy majd lesöpri a szél a vizet, ami nem mindig szokott jól működni. Hátsó lámpa, baromi jól néz ki ezekkel a kis csíkozásokkal, végigfut az egész autó hátulján. Q4 felirat, 40-es e-tron felirat, ugye ez a hátsó kerekes verzió, tehát ez a e-tron 40-es, és itt is van egy e-tron feliratunk, ami elképesztően jól néz ki, és ha jön valaki mögöttünk, akkor meg is bámulja, hogy e-tron, azért az elég menő. A csomagtartónak a mérete, motoros csomagtartó, természetesen felárért, a csomagtartó mérete 520 liter, és ahogy az elején mondtam, a Skoda Enyaqnek például 580 liter, 584, hogyha jól emlékszem. Tehát ahhoz képest kisebb, hiszen pont annyival rövidebb is az autó, viszont itt van egy jó kis tároló rekeszünk, ahol betehetjük a töltőt, a kábeleket, az első segélycsomagot, meg minden más, és hogy lenyitjuk a hátsó üléseket, akkor pedig 1580 literünk van. A csomagtartó méretét nem mondanám kicsinek, de hát nagynak se, azért az 520 liter ez eléggé közepes, és hát ahogy az MLB platformos autóknál megszoktuk, elől sincsen csomagtartó, mert a Volkswagen Group úgy érezte, hogy nincs rá szükség, pedig igenis lenne, úgyhogy ez egy fekete pont. Na nézzük tovább, mert azért vannak itt még érdekességek. Ja, kifelejtettem például az érdekességet, hogy az Audi Q4 e-tron is dobfék van hátul, amire ugye a Volkswagen, illetve az Audi, meg a Skoda, meg hát ez az egész grup azt mondja, hogy ne rozsdásodjon a hátsó fék, hiszen a visszatöltés akkorát fékez, hogy jó a dobfék. Szerintem kicsit cink egy Audira dobféket tenni, de egyébként teljesen rendben, senki nem fogja észrevenni, esetleg a szomszéd így kinevethet minket, hogy dobfékes Audit vettél. Na mindegy, töltés, sokkal fontosabb a töltés, mert hogy ennek az autónak is 125 kW-os DC töltése van, 10-80%-ra 35 perc alatt fel lehet lökni, és ezért majd elmondom, hogy milyen hatótávokat kapunk, mert hogy azt is leteszteltem, AC-ról pedig 7,6, illetve 11 kW-tal lehet tölteni, ami teljesen jó, nyilván a 11 kW az feláras.
Én azt gondolom, egyébként elég a 7,6 kW. Én otthon 3,6-tal töltöm a wallboxon az autókat, és éjszaka fel lehet ezeket tölteni, a napi munkába járás simán meg lehet csinálni vele. Na és hát nézzük meg, hogy hátul milyen, tudjuk milyen, hiszen MEB platformos autó, ami azt jelenti, hogy táncolni is lehet hátul. Ahogy az sejthető már az MEB platformos autóknál, ennél is hatalmas hely van az első ülés és a térdem között, konkrétan 22 cm. Kényelmesen ki tudom nyújtani a lábamat, leér a combom, bár lehetne az ülőlap 1 centivel magasabb, viszont nem rossz, tehát egészen kényelmes, legalábbis itt, hát középpen nem annyira kényelmes, de hát ezt is megszoktuk már. Vannak jó kis izofixeink, van egy könyöktámaszunk, kellemes bőrözéssel, ez most nem tudom, hogy vegán bőre vagy rendes bőr. Fejtér, az még van ennyi, a Sportbacknél valószínűleg alacsonyabb, mert hogy ebből az autóban van egy kupé verzió, amit Sportbacknek hívnak, ami egyébként nekem még jobban tetszik, mint ehhez, én szeretem az ilyen csapott kupé formákat, abban talán kisebb a hely, de szerintem valószínűleg abban is elég jól el lehet férni. Van két USB-C-nk, egy 12 voltos szivargyújtó töltőnk, digitálisan vezérelhető klímánk, hogyha kérjük bele extraként, és teljesen lenyíló ablakunk, ami egyébként nem túl gyakori, tehát ez nem mindenki csinálja meg, és nem mindenki figyel oda. Na, üljünk át előre, mert hogy ott azért van mit beszélni az autóról. Oh. Kezdjük a jó dolgokkal az ajtó csukódáson kívül. Leveszem a szemüvegem, itt már nem kell. Akkor mégis kezdjük egy rossz dologgal, nincsen napszemüvegtartó. Hát ide bedobhatom valahova, de innen meg elmászik. Na, de tényleg nézzük az igazán jó dolgot, ami nekem nagyon tetszik, az az e-tronos belső, amit az e-tron GT-ben is, vagy az 55-ös Audi e-tronban is megismertünk már. Szóval ez a műszerfal azért az eléggé rendben van, jók az anyagok, jó a fogása, van ilyen kis mintázat, nyilván ezerfélét lehet rendelni bele. Ugyanez a szoftver fut rajta, amit az Audisok már megszoktak, Android Auto, CarPlay, mindenünk van. Nem tették bele az ID3-osnak, ID4-nek, Skoda Enyaq-nak a szoftverét, az nem is illene ez az autó, ez olyan igazi Audis, gyors is, a navigáció teljesen jól működik, lehetne kiterjesztett HUD-unk, ami head-up display-ünk, de nincsen ebben az autóban, ebben nem kérték. Úgyhogy ez teljesen rendben van. A műszerfal kisebb lett, tehát az olyan MEB platformos, itt mindegyik autóban, az ID4-ben, Skoda Enyaqban kicsike műszerfalok vannak, úgyhogy itt is az lett, viszont a kormány, az nekem nagyon-nagyon tetszik, ez a négy külös kormány, bár tudom, hogy megosztó lesz, tuti, hogy valaki azt fogja írni, hogy ez ronda, ocsmán, csúnya, viszont van, aki meg azt fogja írni, hogy ez brutálisan jól néz ki, írjátok meg kommentbe, hogy tetszik, nem tetszik, nekem nagyon bejön. Aztán vannak rajta ezek a kis gombok, amik érintő gombok, és nagyon szépek, mert van egy ilyen fényes felület, csak le van állítva az autó, akkor nem is látszódnak, viszont ha bekapcsoljuk az autót, akkor így fehéren világítanak a gombok, amik érintősek, tehát kormányzás közben simán el lehet tekerni azt, amit nem szeretnénk, hogy eltekerődjön. Tehát most így hozzáérek, és így scrollozott a műszerfalon a napi kilométer, hatótáv, meg minden. Ez borzasztó. Tehát, hogy tök jó, hogy így lehet nyomogatni, és ez bőven elég, így nem kell érintőgomb. Borzalmas. Van egy ilyen lebegő középkonzolunk, amin rajta van a szokásos Audis váltó, e-tron GT-ben is ilyen van, meg itt vannak ilyen menetválasztó gombok, meg hangerőgomb, így elszórva ezen a csodálatos zongoralakos felületen. Ez annyira nem a barátom, viszont alatta van helyünk a telefontartónak, ide be tudjuk tenni a telefonunkat egyetlen egy mozdulattal. Két USB-C-nk, itt is van egy 12 voltos csati, meg hát a napszöveget ezt ide tehetjük, de ez akkor így nekirepül a telefonunknak, hogyha gyorsabban kanyarodunk. Aztán van itt pohártartónk, nem túl jó műanyag borításokkal, nem akarjuk simogatni, nem annyira kellemes. Állítható könyöktámasz, kinyitható, pakolhatunk bele bármit, jó mélyek, de nem túl nagy, tehát azért láttunk már ennél jóval nagyobb helyeket. Szóval ezt a részt kicsit furán oldották meg, nem rossz. A fizikai klímaállító gombok azok mindenféleképpen kapnak egy piros pontot tőlem, állíthatjuk egyetlen egy gombnyomással, hogy milyen sebességű, milyen hőmérsékletű klímát szeretnénk varázsolni magunknak. Az ülések eléggé átlagosak. Ez például az ID4-ben, az Enyaqban sokkal jobban sikerült, ott nagyon-nagyon bejöttek az ülések, ez olyan semmi extra, nyilván lehet sportülésekkel kérni jó sok pénzért, és akkor az tényleg sokkal jobb, és van oldaltartása, és ennek nincsen, olyan átlagos, nem rossz, de semmi extra, egyébként tök kényelmes, tehát most két napja mentem az autóval egy ilyen elég nagy etapot, hogy tesztelgessem, és teljesen kényelmes volt, nem fájt benne a hátam, csak olyan semmi extra.
Hát az ajtón is találunk gazdagon még zongoralakkot, csak hogy Hándrás örüljön, meg aki nem szereti ezt, meg itt is van, meg itt is van, meg ott is, meg mindenhol van zongoralak. A nagyobb baj az, hogy vannak ilyen nagyon kopogós műanyagok, amihez nem jó hozzáérni. Azért itt elég nagy spórolás volt szerintem, és azt gondolom, hogy a BMW iX3 simán megnyeri ugyanebben az árkategóriában a versenyt az Audi ellen, mert hogy ez is egy 25 millió forintos autó, amiben ülünk, és 25 millió forintért elvárom, hogy ugyanaz a minőség legyen, mint itt a kormányon. Mert ez tökéletes, itt viszont nem az sajnos, meg itt sem az, úgyhogy ez egy nagy-nagy fekete pont nálam. És az, hogy mindent extraként kell venni, ebben az autóban nincsen tolatókamera, csak radar. Tehát mi az, hogy nincsen tolatókamera képünk? Ne vicceljünk már, tehát 2021-et írunk, 5 forintba kerül egy kamera, és kirakjuk a képét. Ebben nincsen, és azért ez egy nagy autó viszonylag, tehát legyen már kamera képünk tolatáskor. Ami viszont nagyon pozitívum itt az ajtó résznél, hogy tettek ide is egy kulacstartót, hogy ne kelljen lenyúlni, hanem minden előtt tudjuk bányászni magunknak, viszont nincsen kikárpitozva, hallgassátok csak. Tehát ez így tud zörögni az ajtóba. Miért nincs kikárpitozva? Oké, lehet műanyagpalackot is behetenni, de hát nem teszünk műanyagpalackot ide, hiszen fémpalackot használunk. Van jó kis panorámatetőnk, extraként kérhető, be is lehet akár a szövethálót is húzni, meg akár a panoráma tetőt is, ami jobb is, mert mindjárt esni fog, úgyhogy menjünk is vele egy kört. Na hát, hogyha betesszük Dynamic módba és lepadlózzuk, akkor nem ver hátba. 60, 70, 80, 90 és 100. 8,5 másodpercet ér a 100-at, ahogyan egyébként az ID4 is, vagy a Skoda Enyaq, ezek nem erős autók, legalábbis ezek a verziók, ez csak a sima hátsó kerekes, és nem a Quattro, majd a Quattro egy 100 lóerővel erősebb lesz. Ez 204 lóerő és 310 Nm, és 8,5 alatt ér a 100-at. Nem egy verseny elektromos autó, az biztos, viszont nagyon kellemesen lehet vele utazni. Megmondom őszintén, hogy csak picit hiányzott, még egy 50 lóerő. Tegnap elmentem vele dobókőre csapatni, meg most is dobókőre megyünk felfelé éppen, és hát mivel egy Audiban ül az ember, ezért nyomnám neki, hogy akkor hát ez Audi, hát akkor menjünk, csapassunk, az mégiscsak egy prémium, kicsit sportos autó, mint ahogy például a BMW-k is. A Skodával tényleg nagyon-nagyon kulturált, olyan igazi skodás közlekedést mutattam be, az Audival egy kicsikét gyorsabban közlekedtem a megszokottnál, és hát az a helyzet, hogy az MEB platformos autók, amiket eddig vezettem, nem is arra voltak kitalálva, hogy sportosak legyenek. Itt viszont szerintem jobb a futómű, az Audi jobban megoldotta, a rugózás is nagyon feszes, de nem túl kemény, nem lágy, egyszerűen csak azt csinálja pontosan, amit kell, nem veri le a vesémet, viszont épp elég feszes ahhoz, hogy a kanyarokban ne tolja az elejét, ne pattogjon az első kerék vagy a hátsó kerék, és a kormányzás is annyira precíz, olyan igazi német, pontosan arra megy, amerre akarom, nem annyi erőt kell kifejteni, amennyit akarok, és így azt csinálja, amit akarok. Nagyon-nagyon precíz az egész. Érezhető azért, hogy az Audi kicsit foglalkozott a hajtással, nem tudom mennyire, de hogy a rugózással, meg a futóművel mindenképpen, az egészen biztos. Lehet egyébként kérni hozzá sportosabb futóművet, még másfél centivel alacsonyabbat. Szerintem semmi értelme, ez így pont jó. Főleg ehhez a lóerőhöz szerintem egyszerűen nem kell több. Például itt egy jó kis kanyar, és hogyha így elkezdek befordulni, és csak befordul. Semmi nem történik. Hogyha túltolnánk a határon, akkor a menet stabilizátor annyira finoman és jól teszi a dolgát, hogy egyszerűen csak azt hisszük, hogy baromi ügyesen tudunk vezetni, pedig nem. Igazából az autó megoldja, hogy ne öljön meg minket. Most is arra fordul, amerre akarom, és már bőven-bőven jó gyorsan megyünk. Apropó gyorsaság, nincsen semmi szélzaj. Mondjuk akusztikus üvegezés is van ebben az autóban extraként, de hát azért az Audi ezt mindig nagyon jól tudja, egy szinte zéró szélzaj, kerékzaj az valamennyi van, nem annyira csöndes, mint az e-tron 55-ös, a nagy Audi e-tron,
de nem rossz. Hogyha jó az út, akkor egészen zen módon közlekedhetünk vele, úgyhogy ez mindenféleképpen egy piros pont, vagy egy jó pont az Audinak, hogy odafigyeltek erre, és tényleg nagyon jó zajszigetelést csináltak. Fú, ez a kormány is annyira jó érzés fogni. Van egyébként belőle sportkormány is, hogyha valaki olyat szeretne. Visszatöltés. És a visszatöltés egy baromi bonyolult rendszer ebben az autóban. Ki is tudjuk kapcsolni az automatikusat, és akkor mi tudjuk állítgatni, és meg is jegyzi, hál' Istennek, hogyha automatikusan van, és belenyúlunk a fülekkel a visszatöltésbe, akkor amint fékre vagy gázra lépünk, újra be kell állítsuk, hogy milyen erős legyen a visszatöltés. Igazából nem tudom, hogy melyik a jó. Én volt, amikor automatába hagytam, volt, amikor én szabályoztam. A végén úgy döntöttem, hogy hagyom kigurulni, hagyom vitorlázni az autót, és csak akkor húzom be mondjuk a visszatöltés, mint most, amikor lejtőn megyek lefelé. Tehát igazából nagy különbségek nincsenek, fogyasztásban legalábbis, és hát akkor beszéljünk is a fogyasztásról, mert hogy tegnap jócskán leteszteltem különböző utakon, különböző sebességekkel. 82 kWh bruttó kapacitásunk van, ebből 77 nettó a kihasználható, és az a helyzet, hogy 130 km/h tempónál 23 körüli fogyasztása volt az autónak, ami jobb, mint a Skoda Enyaq meg az ID3, és valószínűleg azért, nem a légellenállás miatt, mert az 0-28 ennél az autónál, ugyanaz, mint például a Skodánál, hanem kisebb kerekek vannak ezen az autón, és már nem 25, hanem 23-2 volt 130-as tempóval a fogyasztásom. Megnéztem 110-es tempóval is, ott pedig 17 körül. Az M0-áson direkt végigjöttem tempomat 100-110-es tempóval, és úgy volt 17 kWh fogyasztásom, ami azt jelenti egyébként, hogy ezzel a 100-110-es tempóval el tudunk menni ezzel az autóval 450 km-t. A WLTP az 510 km, azt hagyjuk is, tehát azt szerintem elég esélytelen hozni talán ilyen 50-60-nal országúton, de hát ugye ott nem megyünk ennyivel, főleg nem egy Audival, és hát autópályás tempóval, 130-as fix tempóval pedig olyan 330 km a 0-100, tehát de olyat ugye sosem csinálunk, olyan 300 km-es etapot simán be lehet vele vállalni, utána egy 35 perces töltés, és megint 200-250 km. Ez pontosan ugyanaz, ahogy az eddigi MEB platformos autóknál, meg ahogy egyébként a hasonló kapacitású, aksi kapacitású autóknál is. Úgyhogy ezzel kell számolni. És hát az árazás lesz az egyetlen igazán probléma ennél az autónál, mert oké, hogy 14 millióról indul, ami nagyon jó ár, de ugye az a kis aksis, az 58 kWh-s akkumulátorral szerelt verzió, aminek azért kisebb a hatótávja is, és egy nagyon fapados modell lehet, hát még ez 25 millió, és egy csomó minden nincsen benne, ami kéne. Tehát így, na. Szóval 14-ről indul, és határa 26 millió forint, én erre konfiguráltam föl magamnak egy tényleg fullosat, és az a helyzet, hogy azért az nem kevés pénz, viszont tuti, hogy meg fogják venni, például azok, akik nem akarják ugyanezt az autót megvenni mondjuk Skoda logóval, egyszerűen mert derogál a Skoda logó nekik. Vannak ilyen emberek, beszéltem ilyenekkel, hogy ő sose venne Skodát, de az Audi az milyen jó, vagy a BMW. Ugye ott van a BMW X3, ami ugyanennyibe kerül, és a beltér szerintem jobb, kívülre ez jobban tetszik, tök őszintén. Menet teljesít meg kicsit jobb a BMW, fogyasztásra kb. Ugyanaz, töltési sebesség kb. Ugyanaz, úgyhogy fel van adva a lecke, szerintem olyanok fogják vásárolni, akik az Audi logót akarják egyszerűen. Akarják a jól kinéző hűtőrácsot, akarják, hogy jól nézzen ki oldalra, és akarnak reprezentálni, és akarnak venni egy rohangálós autót, ami tágas belsővel rendelkezik, normális csomagtartóval, viszonylag jól megy, elektromos, nem kerül sokba fenntartása, nem fogyaszt el egy csomó gázolajat, és mennek még évente vele 8-10 km. Ezeknek készült az autó, és szépen cégre leasingelik. Az a kérdés, hogy melyik modellt. Tehát ez a 14 milliós ár, az nagyon csábító, de ezt nem láttam, és azt tudja, hogy nagyon fapados, de lehet, hogy arra, amire az emberek majd használni fogják, A-ból B-be eljutni, gyereket vinni oviba, suliba, bevásárolni, arra tök jó a kis aksis is. Nekem egyébként bőven elég lenne az is, hogyha ez a kormány benne van, meg ugyanaz a külső, akkor engem megvettek. A zongoralakkot azt meg majd lematricázom. Még egy fontos dolog, önvezetés, na az ebben az autóban egyáltalán nincsen, az is feláras, még a távolságtartó tempomat is feláras, holott a PreSense, ami érzékeli, hogy mikor fékezzen visszatöltéssel, az látja az előtte levő autót, de hogy igazából sávtartó van ebben a 25 milliós autóban, ami nagyon cink szerintem. Hát ez van. Mindent egybevetve tetszik az autó, viszont vannak komoly problémáim is vele, főleg itt a belső tér kapcsán, illetve hát az árazás azért az nem az én pénztárcámnak szabott, viszont az biztos, hogy ez most talán a legszebb MEB platformos autó a Volkswagen Concerttől.
Hát ez volt az Audi Q4 e-tron epizód. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek az Instagramomon, tolom a kontentet. Nagyon nagy köszi a támogatóknak, a Tiszta Energiáknak, Rekhozértnek, Superszokónak, Smartdisconnak és az Under Lucky Stars csillagtérképeknek, és persze a Patreon YouTube támogatóknak. A következő epizódig pedig sziasztok, ez volt az e-tron Q4. És annak egyébként mennyi az esélye, hogy pont egy Q4 e-tron keveredik elénk a forgatás közben? Azért erre nem fogadtam volna nagy tétekben.